Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a magyar gazdaságról szeretnék néhány információt megosztani. Korábban már volt szó az adóságról, államadóságról, különösen hogyan működik ez a gazdaságban. Most szeretném kicsit más szemszögből megmutatni, illetve találtam egy-két hírt, ami érdekes lehet, mielőtt nekivágunk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A tudatlanság áldás, hogy sokszor lehet ezt hallani, és bizonyos szempontból egyet kell értenem ezzel. Én 21 éve hülye vagyok. Hogyha az ember nincs tisztában az igazsággal, akkor legalább nem fáj. Lehet, hogy úgy mondjuk ezt magyarosabban, hogyha nem tudom, nem fáj. Tiszta igaza volt. Minden előnye ellenére számos hátrányal is jár ez a gondolkodásmód, az pedig az, hogy nem tud az ember helyes döntéseket hozni, hiszen nincs birtokában a teljes képnek. Nem azt állítom, hogy én birtokában vagyok, azonban az kétségtelen, hogy minél jobban ismeri az ember az őt körülvevő világot, annál jobb döntéseket tud meghozni. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. mérce.hu weboldalon található, és 2023. december 20-ai nem évülnek el többé a banki tartozások. A Kúria az utolsó kaput is bezárta a hitelkárosultak előtt a kúria döntése alapján mostantól soha nem évülnek el a banki tartozások. Hívta fel rá a figyelmet Szepesházi Péter hiteles ügyekkel aktívan foglalkozó ügyvéd, hátsó szándék viszont könnyen lehet az, hogy amennyiben az embernek van egy-két-három gyereke, Amúgy nem lett volna, hogyha a hitelek nincsenek, ezt egyértelműen a statisztikák demonstrálják, azokat az embereket könnyebb kontrollálni. lehet, hogy őket nem érdekelné a saját életmódjuk, azonban a gyermekeiké sokkal inkább foglalkoztatja őket. De térjünk vissza a valósághoz, és nézzük, hogy mi az, amiről beszél az ügyvéd. Az MKK ZRT, a Magyar Követeléskezelő Állami Cég ész nélkül minden tartozást felvásárolt, és utána kicsúsztak az adott követelés felmondásától számított 5 évből, de rendszeresen kicsúszott az Intrum ZRT is, de még bizony az OTP faktoring is. Ha nem lenne elég, hogy az elárverezett ingatlan egyébként is alacsony értéket képvisel, és az árverezőt nem juttatja komoly értékhez, a végrehajtás áldozata úgy veszítheti el lakását, hogy adóságát közben megtartja. Bocsánat, ezt kinyilvánította Anna. Bank360 júliusban azt írta, hogy három hónap alatt 15%-kal nőtt azoknak a lakossági hiteleknek az aránya, amelyeknek a törlesztésével már megcsúsztak az adósok. Amint vége a kamatstopnak, ami szerintem már megtörtént lassan, vagy megtörténik december 31 körül, akkor tovább felkészülhet mindenki, aki hitellel rendelkezik, hogy a törlesztő részete megemelkedik, és amennyiben azt nem követi az ő bére, vagy a családjának kollektív bére, akkor az problémákat fog jelenteni. Erről beszéltem, amikor azt megjegyeztem, hogy nem tudjuk, hogy milyen körülmények alakulnak majd körülöttünk, és arra nem számíthatunk, hogy így marad minden, mert soha nem maradt így minden, most meg különösen nem fog így maradni semmi. Profit és piac azt írja, hogy aggasztóan alakulnak a hitelkártya egyenlegek, ez november 4-i ez évből, illetve most már a múlt évből, 2023-ból. A lakosság pedig a magas kamat dacára is továbbra is nettó hitelfelvevő maradt. A 9. hónap végére 10.000 milliárd forintos történelmi csúcson járt a háztartások hitelállománya, és az ügyfelek egyre nehezebben fizetik vissza a kamatmentes perióduson belül a tartozásaikat. Azon belül, ugyanakkor a kártyahitelek kamata magas a TH meg sokszor 50% környékén alakulnak. Csak annyit erről a babaváróról, hogy a második után a tartozás 30%-a, a harmadik után 100%-a elengedésre kerül. Átlagos életkor az első házasságkötéskor 30 év a nők esetében. Mert mi szépek vagyunk, és van érzelmünk is. Érzelmi intelligenciával rendelkezünk. Azt hiszik az emberek, hogy örökké lehet mindent, amikor eszembe jut, majd akkor megcsinálom. Ez nem úgy van, mint az online rendelésnél, hogy jó, majd 30 éves koromban a házasságot közök, teherbe esik minden jól, megy 32 éves korára, túl van az első gyereken. Sikerül a következő, 34-35 éves korára, kezd neki a harmadiknak. No, no. hogy ó, én most akarok gyereket, szóval most lesz. 35 éves kor fölött már időskori terhességnek számít nők esetében a gyermekvállalás. A nemi szerepek összemosódása, később kötött házasságok, illetve párkapcsolatok következtében nem ritka, hogy napjainkban a gyermekvállalás a negyedik, ötödik évtizedre tolódik. Negyedik öreg emberek. Your disgrace. Ebben az életszakaszban a fogamzás több szempontból is nehézséget okozhat. Több szempontból? Mindent elmondhatok itt a nyílt színen, ugyanis nem számít, hogy ki tud róla, mert nem tudja majd elhiggye vagy sem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.